Hiába a Dudaszó utáni gól miatti óvása, a Fradi másodfokon a pályán kívül is lecsúszott a női kézilabda a bajnokok ligája főtáblájáról. A budapesti Final Four idén is csak álom maradt, tehát a valóság pedig majd a kek harmadik fordulója a szerbi Jagodina ellen. A csapatot közben elhagyta német légiós a marad viszont a kispadon Elek Gábor edző. Jenei Zsolt Ákos szakosztályelnököt kérdezem a megtépázott sorok újra rendezéséről. Jó reggelt kívánok! Jó kívánok! É, amikor beadták az óvást, igazából Valóban bíztak a, a, annak a sikerében, vagy ha őszinténk vagyunk, akkor ezt inkább csak a, meg kell tenni az embernek, és a kedélyek megnyugtatására szolgált? Semmi esetre sem, csak mm. a kedélyek megnyugtatására. Bíztunk benne, hogy annyira egyértelműen a Dudaszó elhangzása után e, esett a gól, hogy, hogy, hogy ezt figyelembe fogják venni. E, ugye mindenki nézte a mérkőzést, mindenki másra koncentrált, volt, aki látta, hogy a játékvezető, a gól vonali játékvezető elsőre nem adta meg a gólt, tehát bíztunk benne, hogy, hogy ezt majd át fogják vizsgálni, felül fogják vizsgálni, és egy pozitív döntést hoznak. Hát ez nem így történt sajnos. Tehát akkor tulajdonképpen azt is elképzelhetőnek tartotta személyesen, hogy a mérkőzés ellenőre Jizsi e, a Fradi javára fog dönteni? Azt mondja, hogy igen, tehát amit látunk, az, az a helyzet, így kell történnie akkor? Hát nem feltétlenül a Konyacsnyi nyúlba bíztunk, uh -huh. hanem hanem esetleg egy, egy pártatlan, a mérkőzés levezetésében nem résztvevő. Ez hát egy felelős e, a bizottság. Igen, igen. Uh -huh. Illetve hát a Konyacsnyi úr ugye nem dönt, ő dönthet bizonyos dolgokban a mérkőzés alatt, gondolok itt az időmérésre, de magáról a gólról egyértelműen a két játékvezetőnek kell döntenie. Na most ugye a feljavíteli bizottság elismerte a Fradi igazát, de mégis a bírók döntését fogadta el. Akkor ez lehet mondani, hogy egy ilyen hoztam is, meg nem is döntés? É, azt gondolom, hogy érezték, hogy, hogy nekünk van igazunk ebből a szempontból. Itt a szabályok azért ebből is látszik, hogy, hogy minimum ellentmondásosak, hiszen a szabály egyik pontja azt mondja ki, hogy a, a dudaszó jelzi a mérkőzés végét, nem a bíróknak a kettő sípszava hiszen ők nem felelősek az időmérésért. Másrészt van egy olyan szabály, hogy a bírók a pályán látottak, tapasztaltak alapján döntést, úgynevezett ténydöntést hoznak, és ebben az esetben ez a ténydöntés viszont megfelebbezhetetlen. Na most azért azt is lehet mondani, hogy, hogy lehet, hogy eleve túl sok lett volna egy megváltoztatott döntés esetén az administratív teendő, esetleg újrajátszás, vagy utána pereskedés a németekkel. Szóval, hogy azért úgy mindenkinek jobb volt az, hogyha ezt nem bolygatják. A Ferencvároson kívül. A Ferencvároson kívül, <laughs> arra gondolok természetesen. Igen, igen. Felteltően ez is volt, illetve a szabályok mondjuk meg őszintén így is értelmezhetők. Mind a két értelmezés megfelel helyes, megfelelő. Úgy látszik ez a szabály erősebb, hogy ha a bíró tény döntést hoz, és ugye ez nem műhiba, akkor, akkor ezt kell elfogadni, és ez az elsődleges. Mindezt nem mondhatjuk, hogy egyszer mind akkor a fradi és a magyar kézilabdasport diplomáciának is egy vereség? Én ezt nem gondolom így. Én azt gondolom, hogy, hogy, ha ez a szabály erősebb, ezt amikor már mi is elemeztük, ugye a meccs hevébe, utána, egy órán belül kellett dönteni olyan dolgokról, hogy óvunk, nem óvunk, uh -huh. miként óvunk. Felkészültünk mi erre, nem gondoltunk, hogy ez lesz, de azért érdemes úgy odamenni, hogyha netelen valami gond van, akkor lehessen ezzel mit kezdeni. És ezt követően úgy látszik ez a szabály erősebb. Nem gondolom, hogy a sportdiplomáciai kérdés, mint ahogy az sem, hogy a, a mérkőzést ott játszottuk, ez egy sorsolás volt, tehát Feltehető, hogy ha ez, ez egy Magyarországon játszódik ez a mérkőzés, akkor ez a gól nem volt. Világos, akkor másként kell. értelmezik azt a dudát? A, na hát a hely hely, a az a mindig befolyásolja a bírókat, nem tudják őket ö, teljes mértékben általában ö, függetleníteni. Marad a, a kek, ö, vigaszág, vagy pedig egy új nagy kihívás? Azt gondolom, hogy ahhoz képest, amilyen célokat mi kitűztünk, ez mindenképpen vigaszág, tehát ezt nem, nem lehet szépíteni. A csapat és a Elegábor vezető vezetőedzővel gondolom kielemezték a kudarcokait. A kudarcokait részben elemeztük ki, mi azt. Tehát lépésről lépésre uh -huh. megyünk. Tehát a klasszikus mondja, akkor megyünk át a hídon, amikor odaérünk. Most odaérünk. ez a híd leszakadt, sajnos? E, igen, ez kétségtelen, de a híd ebben az értelemben az volt, hogy megvárjuk uh -huh. az EHF döntését, és ezt követően kezdünk egy mélyreható belemzésbe. Itt egy új korszak fog elindulni ezzel a, a, ezzel a kudarccal, hogy így fogalmazzak. Tehát több ilyen nem várt eredmény, azért nem fér bele. Azt, akkor azt is lehet mondani, hogy valamilyen szinten fölvető a Telek Gábor vezetőedző felelőssége is? Az, hogy adott esetben mondjuk lehet, hogy az, hogy az elmúlt hónapokban nem uralta annyira a lányokat? Itt mindenkinek van felelőssége, mm. tehát a játékosoknak, az edzőnek és a vezetőségnek is van felelőssége a kialakult helyzetbe. Tehát ne gondolja senki azt, hogy, hogy a kapus rosszul dobta ki a labdát, és ettől az ő nyakába lehet mindent valami Mindenkinek megvan a felelősség, ezt kell átvizsgálnunk, ezt kell megnéznünk, és a jövőre vonatkozóan egy olyan új tervvel, felvart, ránc felvart, vagy teljesen új irányjal előállnunk, amely amely hosszú távon eredményt fog ismét hozni a Ferencváros részére. Például azt nem tudom, arról beszélgettek már, hogy nem kellene a csapat mellé egy jó sportpszichológus? De ez mindenképpen benne van. Kükénybeával ennyi... régebben is beszélgettünk erről. E... Ő e... szerinte igen, Elek Gábor annyira nem kedveli, de hát... Ki tűnt, azt gondolom az ebben vagy... is változott Elek Gábornak a véleménye, de az ő véleménye fontos, de vannak más... Vezetők is azért ennél a csapatnál, akiknek a véleményére mindenképpen adni kell. Ezen az úton el is indultunk, tehát bizonyos pszichológiai fölmérések elindultak, de ezt mindenképpen rendszeressé kívánjuk tenni a jövőben. De ez csak megint egy kiragadott eleme. Igen, ez annak, egy apró ami... mozaik darabka. Mindenesetre nem akkor apró mozaik darabka az, hogy Laura Steinbach távozott a csapattól. Ezt magánéleti okokkal, párkapcsolattal indokolta elsősorban. És ezek a lelki gondok a valóságosak, vagy most nőkről lévén szó mondom, azt ne púderezzünk, azért itt a BL-kiesésnek is lehetett motivációja abba, hogy ő elment. Én senkinek a lelki világába így nem tudok uh -huh. belemenni, amit elmondanak nekem, én abból tudok kiindulni. Ő mindenképpen ebben a, a nagy honvágyjal és az új párkapcsolatával indokolta azt, hogy miért szeretne őt távozni. Biztos vagyok azért benne, vagy, vagy erősen sejthető, hogy igen, hogyha BL-be szerepeltünk volna, akkor, akkor ez egy jó lett volna ezekre a fájdalmakra, és, és biztos, hogy azt gondolom, hogy maradt volna, így megérthető azt gondolom részéről, hogy ez a kettős élmény, ez, ez, ez abba az irányba lökte őt, hogy ő azzal álljon elünk, elénk, hogy ő szeretne visszatérni Németországba most ezek után, hogy Zácsikszondra szülni ment, Steinbach elmegy, sürgős teendők vannak, nem? Így szezon közben is. Nem, nem kívánjuk elkapkodni ezt a kérdést azért, amikor... Szóval nem lesz itt átlövő hiány most így hirtelen gyorsan? Hát ha így egyben tudunk maradni, és nem hmm. ő, semmi váratlan egyéb esemény, még a szót sem szeretném kiejteni, akkor, akkor, akkor nem hiszem, hiszen amikor két, kétszer egymás után kekket nyertünk, akkor ugyanígy három belső átlővővel mentünk neki az évnek, tehát ez, ez mindenképp, most azért négy van, tehát ez mindenképpen azt mondatja, hogy ezt végig lehet így vinni, vannak ennek pozitív hatásai. Tehát láttuk tavaly is, amikor egy Vibornál, vagy most a lipcsén sérülés hullámod és kevés emberre lehetett számítani, akkor azok jobban összekapják adott esetben. Magukat. Mm, tehát akkor... tehát nem, nem feltétlen az a megoldás, hogy legyen 6-8 átlövője egy csapatnak, az a 4-5 legyen jó, és teljesítsen jó, aki éppen ott van, és akinek ez a feladata. Módosított tervekről beszélt, mennyiben módosultak a célok most erre a szezonra? Mondjuk, hogyha veszük a keket, ott, ott mit nem kérnek? Nem tűzünk ki most. Most nincs? Most nem tűzünk ki cél, tehát meglátjuk, hogy meddig jutunk. Inkább a, a, a jövőre szeretnénk koncentrálni, és a bajnokság az, ami ebből a szempontból fontos, hiszen ott olyan helyzést kell elérni, hogy a jövő évben is lehessenek nagyobb álmaink és céljaink. Hát az azt jelenti, hogy akkor megint arról beszélünk, hogy az a helyzés az első vagy a második hely, nem? Így van. Az viszont célkitűzés. Meg, meg, az megmaradt. És mit gondol, hogy a nehézségek ellenére a Fradi ő, ő, tud egy jótányit is közeledni, a, egyébként anyag, a sokkal komolyabb anyagi lehetőségekkel bíró ő, ő, győriek ez ebben a bajnoki szezonban? Szerintem ez a, ez a, ez a különbség akkor, hogy ezt nehéz megközelíteni, vagy ö, csökkenteni sem egyszerű, pláne a a mai gazdasági helyzetben, ahol azért nem állnak sorba a szponzorok azért, hogy bármilyen csapatot is támogassanak. Azt viszont akkor a klubvezetés jelenleg reális veszélynek tartja, hogy alulról jönnek komoly trónkövetelők, tehát ez a második helyezés és ennek a megvédése és megtartása, ez is egy komoly kihívás? Azt gondolom, hogy a Siófok, illetve a tavalyi harmadik helyezett is komolyan erősített, sőt, a Dunai Városnál is voltak erősítések. Tehát, tehát bizony a Dunai Városi Siófok kemény a. a én, igen, hmm. tehát ezek, ezek komoly csapatok, ez mindenképpen jó tesz a magyar bajnokság színvonalának, a, a nézőknek, hogy milyen meccseket, milyen szikrázó meccseket láthatnak. Tehát ez jót tesz, nekünk pedig egy feladatot ad. Hogy itt szerepeljen nagyon jól valami a kekben menjen, ameddig tud. Ez a BL kiesés, ez jelente a, idén a klubnál bármifajta költségvetési visszavételt, szponzorpénz visszavételt, hogy akkor most nem a kirakat legszebb részében játszik a csapat végig a szezonban, vagy pedig minden ugyanolyan a büdzsével megy tovább? Hát azért a BL az, az inkább nyerességes, vagy kevésbé minuszos, mint egy, egy kek szereplés, hiszen több nézőt vonz, és, és még némi pénzdíjjal is jár, szemben a kek, ahol, 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 csak költségek vannak idézőjelbe téve. Tehát ez mindenképpen arra sarkal minket, hogy bizonyos dolgokat átgondoljunk. A szponzori pénzek nem voltak ehhez kapcsolva, hogy milyen versenysorozatban tudunk szerepelni, de az biztos, hogy, hogy egy, egy BL csapatnál a jövőre vonatkozóan könnyebb szponzorokat, támogatókat szerezni, mint hogy ha kekben vagy, vagy egyéb kupákban indul egy csapat. Végezetül összefoglalásként akkor nem tudom, jól fogalmazok ha azt mondom, hogy most ez a csapat, ezután a Megtépázott szezonkezdet után megkapja a lehetőséget, hogy ebben az évben teljesítsen minél jobban. Ez a keret, ezek a játékosok, ezzel az edzővel, és aztán majd jövő nyáron, tavasz végén, akkor jön el igazából a, az értékelés. Az értékelés már most megkezdődik, de nem nem megkapja a lehetőséget. Kutya kötelessége azt gondolom, hogy minél jobban szerepeljen után, hiszen ez egy nem várt és kudarcnak számító kiesés volt a Lipcsével szemben. Hát akkor reméljük, hogy ezen tudnak javítani. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Nagyon szépen köszönöm.